azon a kis törést, ami látszik a kerítés mögött, onnan kezdődik a régészeti feltárás, és a járdát is érintve egészen elhaladunk a sarokig. Azt a szakaszt mutatja a dr. Kertész Róbert régész, ahol hamarosan folytatódnak a 2017 és 2019 között zajlott feltárások. A munkálatok kezdetére az a védőréteg is lekerül majd az épület maradványokról, amely a téli időszakban védte az ásatás területét. A művésztelep délkeleti sarkában fog ez a munka folytatódni, ott, ahol most vagyunk. Ez egykor a várnak a központi részét jelentette, velünk szembe volt a dzsámi, és mi pedig pillanatnyilag egy feltárandó területen vagyunk, ami az oszmán palota épületnek a maradványait rejti. Ennek az épületnek több helyiségét is feltárták már 2018-ban. Ez a sárga részből öntött sárkány is akkor került elő a föld alól. A lelet páratlannak számít a török hódoltság idejéből származó forrásanyagok között, mivel sem hazánkban, sem az egykori oszmán birodalom területén nem találtak még korábban ilyet. Hasonló leleteknek a feltárását reméljük a kutatandó területen. Mindez a munka egyébként nem öncélú, hanem a kaszárnya épület fölött létesítendő művésztelepi épületnek a beruházását segít elő. Itt hatalmas földmunkák lesznek a beruházáshoz kapcsolódóan, és mi azért kutatjuk meg ezt a területet. A munka, amelynek elvégzésére másfél hónap áll a régészek rendelkezésére, nem lesz egyszerű. 5 méter mélységig fogják feltárni a területet, amelyen többek között a Sevcsik telepre menő gázvezeték is áthúzódik. Ez stabil felfüggesztéssel természetesen továbbra is zavartalanul működni fog. Az ásatás felett futó járda az azonban nem lesz használható, így innen a gyalogos forgalmat átmenetileg áthelyezik.